Na helló, srácok, ebben az epizódban körbenézünk itt a kiállított darabok között. Ki van rakva itt jó néhány lejátszó, akár az Alfa Theta újdonságok is, vagy legalábbis egy darab keverő itt van belőle. Meg itt van egy csomó finomság, úgyhogy most ezt szeretném nektek bemutatni. És van egy nagyon-nagyon jó dolog, amire tegnap figyeltünk föl. Erre majd felhívom a figyelmeteket, mikor odaérek a videóban. Egy nagyon érdekes mutatvány. Induljunk el talán a sornak a leges legelejéről, a kis újdonságtól, ami név szerint az Omnis Duo. Na itt vannak kis ketyere gyerekek, egy igazán kis pofás sztori, mindenhova ki van rakva egy kis füles, lehet próbálgatni. Tegnap itt morfondírozgattunk e fölött, a lejátszó fölött, hogy 600 ezer forint, kicsit több, mint 600 ezer forint, és ahhoz képest elég picurka, meg elég ilyen gyerek dolog, de nem is tudom, mit mondjak róla. Két mikrofon feltétlen kellett egy ilyen kaliberű lejátszóra, ez olyan, amilyen. Itt van már egy új brendes Alfa Theta hangfal. Viszont kimenetekből már kapunk XLR-t. A buff az még csak RCA, viszont úgy látom használható Master 2-nek. Mikrofon van egy, ez a XLR és 6.3-as jack fogadására képes hajzat, meg egy sima 6.3-as. Van itt memóriakártyának hely, meg egy pendrive-nak, és gyakorlatilag ki is merült a ki és bejáratok, ugye a két fülhallgató, egy 3-feles, meg egy 6.3-as. Na most a kíváncsiság kedvéért meghallgatom ezt a Pajó fülest, összehasonlítandó egy HD25-tel, persze ez jóval nagyobb, meg nehezebb is, úgyhogy nem egy ligába játszanak, de nézzük meg, hogy milyen. Ti ugyan most ezt nem halljátok, de a mély az sokkal jobb benne. Cserébe a magas az nem olyan zseni. Hát, nem tudom, biztos ez is kerül egy százasba, de a mély az nagyon jó benne. Hát, gyerekek, nem tudom. Mi Gáborral azon morfondíroztunk tegnap, hogy ezek az effektek feltétlenül szükségesek bele, hogy buli közben nyomkodod, és akkor még itt jönnek elő ilyen előugró menük, ilyen felhalványulós effektekkel. Biztos, hogy egy használható dolog, de szerintem irdatlanul drága. Aztán a következő, ez a Serato-s kontroller, teljes értékű, teljes méretű jog tárcsa, ugye úgy elhelyezve rajta a pitch pot méter, mint ha a Technics-eket elfordítanád. Ugye itt Serato-val operál a dolog. Rajta van ez a effect gomb, mint a... Majd mindjárt mutatom azon a keverőn. Azért itt a faderre adtak olyan finom a fader, hogy azt elmondani nem lehet. Nagyon jó. Be van barázdálva a jogtárcsa teteje, mint hogyha bakelit lemez lenne. És itt már ki lehet venni a vokál, melodi és bass, meg drums szekciót a zenéből. Nyilván nem a kontroller tudja, hanem maga a szoftver. Ezen is érződik a minőség. A súly az elég jelentős. Thank you.
crossfader parametrika. Föl van kötekszorítózva, hogy ne húzódjon ki a kábel, hát ez elárul valamit a dologról. DDJ Ref 7. Na, ez viszont tetszik, ugyanis forog a jogtárcsa, és ezt most én ki is fogom próbálni, kár, hogy egy állványt nem tudtam elhozni magammal, sajnos az nem fért el a repülőn, de majd talán jön Zoli, és akkor le tudjuk videózni, úgyhogy nyomkodom, és közben itt van a 33-45. Ahogy mozgatom, nulla késéssel működik egyébként. Na, én ezt megnyomkodom egy kicsit, és akkor utána mondok egy kis review-t. Na, ez zseni, gyerekek. Mixeltem egy párat. Eszméletlen jó érzés, hogy ugye forog a tárcsa is, ugyanúgy tudod, mint egy bakelit lemezt. Ez zseni, ez a cucc. Nem tudom, mennyibe kerülhet most jelenleg egy ilyen. Gondolom, a három vesémet el kéne adni hozzá. Igaz, hogy nincs annyi, de kb. Annyiból kijönne. Na, jöjjünk tovább. Ezt a keverőt akartam mondani az imént, hogy ez a MacBook, ez még nem akar élni. Ez a Pajónak a lejátszója, FLX 1000. És érdekes, hogy tökre lemásolták a 12-10-esnek a gombját. Tök ugyanaz az érzés bekapcsolni, mint a 12-10 MK2-t. Egész szépen le van koppintva egy tekó. Mert súlyát tekintve, oda van tapadva, nem akarom megemelni. Hát. Ugye sok eszközt én még nem láttam, úgyhogy hülyeséget nem akarok mondani, úgyhogy amiről nem nagyon tudok nyilatkozni, arról nem beszélek. Lehet, hogy csak hülyeséget mondanék úgy is. Nézzük meg, mondjuk mennyi egy ilyen pályónak a nyomatéka. Egészen tűrhető. Nézzétek csak! Nem tudom, mennyire adja át a videó. Ugye, ha megfékezem egy kicsit a lemezt, akkor elkezdenek ugrálni a pöttyök. És nézzétek meg, egy scratchelésnél azért nem olyan vészesen ugrálnak el. Mondjuk az tény, hogy jó a filc alatta. És jól csúszik a lemez is. Tehát minimális érintésre már megáll alatta. Ez egy zseni, ez a keverő, ez nagyon jó egyébként, ez iszonyatosan tetszik. Hát ez is szerintem egy millió körül mozog egy ilyen. Opuszt éppen nyomkodják. Itt van egy 3000-es szett, majd visszajövünk ide is. Hogyha a srác már nem nyomkodja. A9 3000-rel. Sorry. Itt van egy fura szerzet. Ez egy hibrid lejátszó, amiben simán pendrive-ot is bele tudsz dugni, ha jól tudom. Azt hiszem. Nem tévedek, nem, pendrive-ot nem lehet beledugni. De ez egy digitális bakelit lejátszó, ha szabad ilyet mondani. Tök jó. És ugye itt a tengelyt forgatod magát, onnan tudja, hogy mi történik a lemezzel. Viszont itt már nem kaptam meg azt a kis lámpát, amiből látnád a pontokat oldalt, úgyhogy motor off, akkor meg így tudod használni, de hát nyilván, ha már egy ilyened van, akkor
Itt valami kis anomália van ezzel most. Nézzük, a hangja az milyen. A hangja az normálisan működik. És ott is normálisan reagál, mert ha megfogom a lemezt, akkor tök jól működik. Hát valami itt a kijelzésnél. Nem oké, de ezt most ki is próbálom, és nyomkodom egy kicsikét. Na az a helyzet, gyerekek, hogy erről is mixelgettem egy párat, és ez is zseni, Csőz Zolika. Iszonyatos nagy élmény egyébként. Közben itt a kijelzője is megjavult a dolognak. Pontos, hihetetlen, nagyon zseni ez a cucc. Kipróbálod? Mocsok jó. Nagyon jó. Hihetetlenül jó. Be is lőttem két fasz a R&B tracket. Már azt tudod is lőni, a másik az elejétől megy. Ha feltolod, már indul is. De itt van, csak told fel a izét, potit. Meg indítsd el. Úgy. Rohadt jó. Gyönyörű maga az eszköz is. Nem a te... Még ezt is vissza tudod baszni az elején, és akkor tudsz mixelni. Csak állítsd meg. Úgy. Igen, láttam az előbb. Szoszi kijelző. Hozzáérek is, már szevasz, mert jó, visszatér. Itt van ez a nagyon fura keverő, amihez majd még visszatérünk. Ez, gyerekek, a nagyok kicsibe. Olyan izmosak a potiai, mint az állat. Amúgy minden megvan rajta, mint a nagyokon, de mégis egy pici, egy sokkal kisebb eszköz, ugye összesen 1, 2, 3, 4 arasz széles durván, legalább egy lejátszó szekcióval rövidebb, mint például egy XZ. Ezek a potik zsenik amúgy, imádom, amikor ilyen, van neki egy kis tartása a potinak. Itt is már ki lehet szedegetni a részeket a zenéből, ez megint csak ugye a szoftver tudja, nem az eszköz, de nézzük meg. Nem, ez is az C-s. Ja, azt hittem, hogy C-s tápja van, de nem, van neki rendes tápja. Mondjuk nem tudom, hogy egy ilyen táp mennyire megbízható. Mindegy, ez megint csak az én. Ó, de finom ez is. Előbb szégyen szemre itt az egyik előadóval Google Translate-en keresztül kellett beszélgetnem. Hát az angol tudásom odáig nem terjedt, hogy ilyen mélyen szántó beszélgetésekbe belemenjünk. Na ezt nézzétek meg, gyerekek, egy igazi kinder tojás. Ugye tudjátok, az ilyen pici eszközökre szoktam mondani, hogy kinder tojásból származnak. Apró. Ez micsoda? Ennek még neve sincsen? Csak RCA-s kimenet. De mi ennek az eszköznek a neve? Ez még ilyen névtelen. Mekkora tekerő van rajta, ez kemény. Mondjuk azért jó nehéz tekerni. Itt meg van egy DJ szoftver, ha felveszed a szemüveget, akkor itt van a, így tudsz mixelni. Ide jutottunk.
Ezt a keverőt akarom majd nektek megmutatni. Van egy nagyon jó feature benne, amit szerintem olyan szinten előre mutató, hogy azt elmondani nem lehet. Most Zoli ki fogja próbálni ezt az eszközt, és itt látszik is, hogy a figura, ahogy forgolódik, ugye itt nincs lejátszó, a képen mégis ott vannak a lejátszók. Mondjuk itt elég akadozósan néz ki a kép, de reméljük, hogy Zoli nem így fogja látni, mert biztos, hogy... Pergesd meg, Zolika! A szemüvegben is ilyen lassú a képfrissítés? Erre vagy arra? Először mondd el, mi a véleményed a ketyeréről. Ezt jó lenne tudni, mi volt a neve? Pitong DJ... Pitong DJ Academy. Valami. Tribe. A Tribe, aha. Hát fura volt, de amúgy... Még vegyes érzéseim vannak. Játéknak, poénnak jó. Hát nyilván klubokban nem tudom, hogy bevihető-e, vagy mi az elképzelés, de mint ilyen virtuális játéknak, meg zenélgetésnek otthon, egyedül, mert más nem nagyon látja most azt, hogy most a tévét nézik, hogy én mit varázsolgatok, nehéz különben megszokni, és azt mondtam, hogy azt kell csinálnom, tehát megnyomom a ravasz gombot, és utána úgy kell csinálnom, mintha rendesen mondjuk tekergetnék egy potit. Amit ugye, és akkor ugye az volt, hogy ami kékkel megjelenik, az aktív, az a rész. És hát ugye tekergetni könnyű volt, azt megszoktam, meg hát potit is húzogatni, az se volt olyan nehéz. Kicsit fura volt nekem, mert hát ugye mennyit, 10 percet nyomogattam, vagy mennyire pontos példa, hogy mikor ránézel, hogy mozognak a lejátszók, vagy viszonylag egy helyen vannak? Mozognak a lejátszók? Hát, mint egy asztalon lenne. Értem, de akkor, ahogy te arrébb állsz, meg akkor tökéletesen követi a... Teljesen olyan, mint egy rendes asztalnál lennél, balra mész, akkor itt van a cucc, jobbra mész a másik oldal. Néha szoktak lenni ilyen glitchek, mikor egy kicsit így berezeg a... Nem, azt most nem láttam. Meg kellett volna állítani szerintem jobban a szememre, vagy nem tudom, te lehet, hogy azért mondjuk szemüvegeseknek ajánlják, nem ajánlják, vagy az már nem számít, hogy most szemüvegese valaki vagy sem. Nekem is egy picivel már rosszabbodott a szemem, de életlen volt egy picit. Még de az nyilván beállítás kérdés. Szerintem beállítás kérdés. Akkor játéknak jó maradjon. Játéknak amúgy jó. Vicces, fura. Meglátjuk, hogy akkor ennyi. Mivel nője ki. Hogy növi ki magát. Na, eljutottunk az Opusig. Megmondom őszintén, én ebbe tegnap gyerekek szerelmes lettem.
egyszerűen gyönyörű, szép a lejátszó. Azt mondom, hogy ez egy igazi bútordarab, gyerekek. Ez egy igazi bútordarab. Ezt már nem vinném el klubba, az 1000%. De egyszerűen csodaszép, gyönyörű. Egyetlen negatívum, de ez megint csak szubjektív vélemény, hogy nincsenek itt a csíkok. Jaj, meglőttem, bocs. I'm so sorry. No problem, bro. Hogy nincsenek itt a csíkok, meg nem akad meg a közepén a poti, de ez... Az engem is zavar. Ugye? A csík az nem nagyon érdekel, az még kell neki. Nem, az csak megszokás. Ja, megszokás. Még kell a csík. Szerintem ez ilyen tökélen, hogy letisztult így. Igen. A dizájnban. Én most neked nem kéne most egy csík, ha már Ibizán vagy? Már meg vagyok. Már ja, meg ja, jó van, reggelire? Itt ezek a kis bronz betétes csöcsök. Egyszerűen gyönyörű. Szép a kijelzője is, meg hatalmas. Gyönyörű, szép. Kimondottan tetszik ez a, hogy elhagyták azt a hagyományos jogtárcsaformát, és átváltottak erre. De mondom, ez egy korszakalkotó téma, mind kinézetre, mind eszköze, majd kicseréljük utána a Q-gombot. Egyszerűen csodaszép. És érezni minden egyes részén a prémium hatást. Abszolút színezhető minden része, minden kis gombja. Nagyon jó. Gyönyörű, szép. Preziózónál láttam ilyet, nagyon szereti nyomkodni. De kipróbálom. Na nézzük. Elérkeztünk a nagy pulthoz. Ugye itt a 3000-es. Egy A9-es. Még egy 3000-es. Meg itt van ez a DGS 1000. Ahova ilyen különböző szempölök vannak betöltve. És azokat lehet használni. Na most kíváncsi vagyok egyébként, hogy ennél már kijavították ezt a görgetés témát, hogy sokkal szebben gördül a lejátszási lista, mint például egy RX-nél. Nyilván nem ugyanaz a kategória, egészen más technika, meg árfekvés is. RMX 1000. Azért ez az A9-es, ez hatalmas. Ez rohadt nagy ez a keverő. Baszott nagy. De gyönyörű. Ó, szabad az a nagy keverő, ezt úgyis látjátok 5 milliószor, viszont amit most mutatok nektek, azt nem biztos, hogy láttátok már, ezt nézzétek meg. Ez már Alfa Teta néven jött ki. Mindjárt indítok egy zenét. Most ugyan a kivezérlési jelző át van állítva, ezt akartam nektek megmutatni. Rohadt jó. De most megcsinálom, hogy csak a basszusra reagáljon. Tehát lehetséges digitálisban is iszonyatosan hozni az analóg kinézetet, és ami iszonyatosan tetszik ebbe, és ez egy valódi újdonság, egy valódi innováció, az ez a potméter. Sajnos nem tudom veletek éreztetni a dolgot, de ez teljesen körbetekeredik, nem aretál egyetlen egy helyen sem. Ellenben, ha átkapcsolom ide, megakad, 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 megakad ezeken a helyeken. És ha átkapcsolod egy másik verzióra, ahol ugye nem kell, hogy aretáljon, mint például itt, akkor teljesen körbefordítható. Amint olyan effektet választasz, ahol fontos az 1/8
1/4, 1/2 vagy 1/16, ott elkezd aretálni. Most oda teszem a mikrofont, hogy halljátok esetleg. Ide teszem. És... most aretál, ha kikapcsolom, így egy másik effektre választom, amit fokozatmentesen kell állítani. Itt teljesen körbefordul. Hihetetlen. Igaz, ez a keverő a nagy öregeknek készül, ők szeretik ezeket a tekerőgombokat. Ugye annak idején az első keverők azok még ilyen gombokkal voltak ellátva. Így alakult a technológia. De ez a kivezérlési jelző is zseni. Nagyon tetszik. De hogy tényleg, hogy ezt hogy tudták megoldani, ez eszméletlen jó. Ez, hogy néha aretál, néha nem. Baromi jó. Ha esetleg zavarna. Nagyon jó. Egész más útra indul ezzel a keverővel a Alpha Theta, mint a Pioneer. Ezt most kipróbálom, mixelek erről egyet, még ilyen forgó potméteres mixelt sosem próbáltam. Amikor elkezdesz mixelni, akkor megjelenik a két csatornának a kivezérlési jelzője, és ugye attól függően, hogy mennyire tekered föl a potmétert, úgy változik a kivezérlési jelzés. Most, ahogy kicseréltem a tracket, egyértelműen most már látszódik, hogy megváltozott, de egyébként ugyanebben a, illetve ebben a módban máshogy látszódik a dolog. Szóval, hogyha átváltod ide, akkor itt a két csatornának a külön szintjét jelzi, de egyébként itt is látszódik, de... eszméletlen jó hangja. Külön pacsi egyébként a szervezőknek, hogy mindenhova van kirakva egyébként kézfertőtlenítő, és szerintem ez rohadt jó. Meg még egy érdekesség ezzel a keverővel kapcsolatban, hogy van benne egy Rupert Neve által tervezett kimenő transformátor, ami a master kimenetet egy trafón keresztül engedi ki, ezért sokkal jobban hasonlít a csöves erősítőköz a hangja. Ugye ott volt a kimenő transformátor, és egy picit jobban hasonlít az analógra. Azért most mondom, hogy ez inkább a nagy öregeknek készült két tekóval, aztán hadd szóljon. Ha jól látom, ennek még tényleg fából van az oldala. Ez egy csuda jó cucc, nagyon tetszik. Na, ott van szembe még egy másik keverő, majd azt is megmutatom nektek, mert az még nagyobb, mint az A9-es. Majd megnézzük azt is hamarosan, csak most elfoglalt a téma. Na, mi a helyzet, Zolika? Kislány nyomatja nagy erőkkel a mixet. Na, úgyhogy itt a bemutatókról röviden ennyit, srácok. Most már ez is megy. Nyilván ide föl kéne tegyem a tűt most, és akkor tudnék final scratch-elni. És hát ez már nem a final scratch, de hogy annak egy utódja. A gyerekek, itt a nagy ágyú a 6 csatornájával. DJM V10. Ez az A9-nek a nagyobbik testvére, úgy látszik. Kapott egy hatalmas nagy izolátor. Hát valószínű amúgy EQ. De mindjárt ezt meg is nézzük. Ah,
Ez is megkapta már ezeket az idióta ledeket. Nem tudom miért jó ez a szín. Mindjárt belehallgatok a fülesbe és meghallgatom, hogy ez az izolátor rész ez mennyire izolál. Hogy vagyunk most a mastert hallgatom. Ah, ez csak egy EQ. Egy sima EQ, nem tudom miért kellett ennek ekkora hangsúlyt fektetni. Szép, nagy az egyszer biztos. Mixelünk erről is egyet. Bár ti nem halljátok, de sajnos csak így tudom megoldani. Óriási ez a keverő. Maglev fader, biztos valami mágneses úton. Ja, valaki, látjátok, itt mindenki nyomkodja nagy erőkkel a szinket. Iszonyatosan finom ennek a keverőnek a potmétere. VFX. Már ezeket is lehet ütemre szabni, ezeket a FX-eket. Egy csomó csatorna allokáció, csatornánkénti kompresszor. Mi a fenének erre kompresszor, de most komolyan elképzelésem nincs. Gyönyörű szép. Érintős. Nézzük meg a hátulját. Kijáratok és bejáratok tekintetében. Hát nem szégyen a hátulja. Van rajta cucc bőven. Nagyon kemény. Elképzelésem nincs, mennyibe kerülhet egy ilyen keverő. Valószínű belepusztulsz, mire kifizeted. No de hát, például ez itt így Ibizán teljesen klub standard. Most voltunk egy kis klubba, ott is A9-nek 3000-es keverő van, szóval itt ez mindenféle fronton standard. Én azt gondolom, hogy ezt a lejátszó mustrát ezt most itt el is vágom. Megvágom a videót, mert hogy ide úgyse fogunk oda kerülni. Itt mindig van valaki ennél a keverőnél. Itt mindig van valaki. Ez a DGM V10 egyébként. Ez óriási ez a keverő, hatalmas nagy. Úgyhogy elvágom ezt a videót, srácok, és gyakorlatilag erről ennyit. Én köszönöm, ha velem tartottatok. Üdv mindenkinek! Jók legyetek, srácok! Szevasztok!